Most ember kell a gátra, ezért árvízvédelemre toborozunk. A hosszú aszály után ugyanis már is az árvíz elleni védekezésen a hangsúly a víztározók hiánya miatt. Most azonban a szakpolitikai viták a hosszú távú megoldások helyett rövid távon is különösen cselekvésre és nemzeti összefogásra van szükség. Ezért a Mi Hazánk mozgalom a Magyar Önvédelmi Mozgalommal és a katasztrófavédelemmel karöltve az elmúlt napokban már a hétvégén megkezdte az árvízvédelmi munkálatokat szerte az országban. Budapesten is kiveszi a Mi Hazánk mozgalom a részét az árvízi védekezésből. Azt tapasztalom, hogy itt a harmadik kerületben teljes káosz van, a lakókat nem tájékoztatták, mindenki megpróbál maga védekezni, de sajnos a rendelkezésre álló információ és segítség az nagyon-nagyon szegényes. Mindenki maga hozatja a sódert, a homokot, mindenki maga dolgozik, nincs szervezettség, és a szakszolgálatok sem tudják, hogy mitévők legyenek. Ma délután, igen késő időpontban tervezik, hogy összeülnek és megszervezik a munkát. Közben meg kell, hogy jegyezzem, hogy a harmadik kerületi polgármester és az alpolgármester is előzetes letartóztatásban van, ami nem segíti az árvízvédelmet. Falókat rakunk le, nejlonnal, és a közé rakjuk a homokzsákokat, és utána megint fallók jönnek. Igazándiból 8 méter, 40 centig már egyszer megvédtük, 8, nem tudom már hol van pontosan a 8 méter 50, onnantól kezdve már elkezd életveszélyes lenni a dolog, úgyhogy akkor valószínűleg feladjuk a védekezést, és itt hagyunk mindent. Fölpakoltunk minden a bútorokat, az ég adta világon mindent az emeletre, azzal ma, holnap végzünk, és holnap felépítjük a kapuzárást. Tehát nagyon határeset, az lehetséges, tehát vagy sikerül, vagy nem. Úgyhogy, és köszönöm a segítségüket, homokat nem nagyon kaptunk az önkormányzattól, pedig szoktunk, zsákot is fejenként vagy családonként százat adtak, úgyhogy ennyi. Több lakossági segítségkérést kaptunk az árvízelleni védekezéshez, mert az önkormányzat nem nyújt megfelelő segítséget. Csapatunk egy része az Őrtorony utcában segít a homokzsákok pakolásában, mi pedig az FKF Pók utcai telepén segítettünk a homokzsákok megtöltésében, ahol Gyurcsány Ferenc is egy rövid ideig néhány fotóerejéig részt vett a munkában, majd átadta a lapátot nekünk is. Várjuk a további önkéntesek jelentkezését, hiszen a munka folytatódik szerdán és csütörtökön, a Duna csak pénteken vagy szombaton fog tetőzni. Köszönjük minden önkéntes fáradozását. Sajnálatos, hogy a szabálysértési törvényt kiegészítették abszurd módon a tiltott prostitúció paragrafusa előtt azzal, hogy aki a közrend, közbiztonság fenntartására irányuló tevékenységet végez, az szabálysértést követel, pedig az önkéntes erőket nem üldözni kellene, hanem állami vezetéssel becsatornázni. Mi ezt tesszük most a Magyar Önvédelmi Mozgalommal, a katasztrófa védelemmel együttműködve, és ezért köszönjük meg mindenkinek, aki szabadidejéből áldozva működik közre az árvízvédelmi munkálatokba bárhol az országban.